Már hideg élelmet is lehet venni Széchenyi pihenőkártyával. A kormány már 2021 áprilisában biztosította az alszámlák közötti átjárhatóságot, azaz bármelyik alszámláról lehet költeni többek között melegételre, egészségügyi vagy kulturális célokra is. Az idén február 1-én bevezetett intézkedéssel a családok további védelme volt a cél. Amellett, hogy ez ellen az élelmiszerástoppal védjük a magyar embereket, a kormány lehetővé tette azt is, hogy már hideg élelmiszer is vásárolható szépkártyával egészen május 31-ig. Mivel a szépkártya zsebek közötti átjárhatóságot már tavaly áprilisban lehetővé tette a kormány, így élelmiszert is bármely zsebből, tehát nem csak a vendéglátás, hanem a szálláshely és a szabadidő alszámláról is fizethetünk. Tehát azok a munkavállalók, akik rendelkeznek szépkártyával, azt már a napi élelmiszervásárláshoz is fel tudják használni. Az elmúlt évben jelentősen megnövekedett azon helyek száma, akik elfogadják ezt a fizetőeszközt, mostanra pedig több élelmiszerüzlettel és üzletlánccal is bővült a körük. Ebben a szekszárdi boltban is több vevő él ezzel a lehetőséggel. A vásárlók egyre gyakrabban választják ezt a fizetési módot, és mostanra már a kártyás vásárlások olyan 30-40%-a a szépkártyával történik. Szabó Zoltán, ennek a bonyhádi kisboltnak a tulajdonosa azt mondja, 3-5%-kal emelkedett meg a bevételük, mióta elfogadják a szépkártyát. Az össztapasztalatunk alapján elmondhatom, hogy a 18 év fölötti korosztály jelentős része szereti és használja a szépkártyát, és biztos vagyok benne, hogy egy magasabb forgalmat fog generálni az idén, és ezáltal segíti a mi munkánkat is, és a vevők megelégedésére szolgál ez az egész történet. Ezt a lehetőséget a szépkártya tulajdonosok még május 31-ig vehetik igénybe.